Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és a tanítványaihoz. Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt, elviselhetetlen terheket kötöznek össze, és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy újjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön nagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekben. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Kedves testvérek, kedves tévénézők! Kik ülnek a Mózes székében? Nem mások, mint a népvezetői, az akkori népvezetői. Ők azok, akik hirdetik. Ők azok, akik magyarázzák a törvényt. Valójában ők a törvényismerők. Mindenütt, ahol megfordulnak, az emberi kötelességekről beszélnek. És ezzel a vallásiasodás alatt tulajdonképpen nyomasztó terheket raknak az emberek vállára. Amit ők maguk mindig nem teszik meg, sőt, kibúvókat találnak alóla. Nem az Isten előtti hódolatra adnak példát az ilyen emberek, hanem maguk dicsőítésére. Pedig Isten megalázza mindazokat, akik magukat fölmagasztalják mások előtt. Viszont a szegényeket, az alázatosakat fel fogja emelni, akiket mások megaláznak. Jézus ezért ajánlja tanítványainak azt az egyszerűséget, amit úgy hívunk, hogy testvériség és fele baráti szeretet. Mert tudnunk kell nekünk, hogy ebbe az egyszerűségben élve, aki Isten törvényét tanítja, az mindig példakép fog maradni a törvény magatartásában az emberek előtt. Amen.